Az elmúlt időszakban egyre több bejelentés érkezett arra vonatkozóan, hogy elsősorban a városi bérlakásokban élő kutyatartók megszegik a közösségi együttélés és a kutyatartás szabályait. A városi rendőrség ezért folyamatosan ellenőrzéseket tart. A kutya bejelentésének megtagadása akár a béleti szerződés felmondásához is vezethet, és amennyiben pedig a kutyatartó nem tartja be az együttélés szabályát, szintén hasonló következményekkel járhat. Amikor a kormány kötelezővé tette az ingyenes csipesztetést, akkor jelentősen megnőtt az önkormányzatnál bejelentett kutyák száma. Dunaszerdahelyen 2012-ben 1900 kutyát regisztráltak. Mára ez a szám 1704-re csökkent, ami nem fedi a valóságot. Ebből kifolyólag egy nagyszabású akciót tervezünk a nyár folyamán. A városi rendőrség folyamatosan fogja kontrollálni a ebtartókat, és ehhez tartozik az is, hogy cserélni fogjuk a kutyáknak adott érméket is. Az eddig kibocsátott műanyag érméket időtállóbbas és kutyabarát érmék fogják felváltani. A közeljövőben a kutyatartás díjszabásában is változásokat tervez az önkormányzat, amelyről a képviselőtestület határoz majd.